Ti nem akartok semmi rosszat. Isten akaratokra áll. De nincs, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiutoknak vitathatatlan jogot áll. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. 30 éve alapították a Gyürei templom általános iskolát. Mindig hálaadó szentmisével kezdik a jubileumi ünnepséget, amelyet Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök tart. Ő szentelte fel az intézményt az első évben. Nagy esemény, hogy egy iskola, amiről azt mondják, hogy templomiskola, 30 éve működik, és 30 évvel ezelőtt a templomot nem lebontották, nem megszüntették, hanem átépítették, hogy valóban iskola legyen, és valóban értéket őrizzen. És ezt szeretném megköszönni azoknak, akik 30 évvel ezelőtt a templomiskola beindításánál jelen voltak, de főképpen azok, akik előtte való években ezt a munkát megtették, és annak örülök, hogy a templom mindig értékrendet képvisel, az iskola mindig nevelést és felelősséget ad a gyermekeknek, és ezért jó, ha visszatekintünk az értékrendre, és jó, ha felelősséggel a jövőbe nézzünk. Ezt kívánom, hogy valóban legyen olyan jövőnk, amely megnyugtatja a szülőket és gyerekeket is. László Olga, Györei templom általános iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény mottója nem adom fel. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy voltunk, vagyunk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy legyünk is az elkövetkezendő években. 1994-ben indult az iskola, akkor nyitotta meg kapuit, augusztus 20-án. Takács József volt az első igazgató, aki átvette ezeket a kulcsokat. Különleges az iskola, mert egy evangélikus, egy pusztulásra ítélt evangélikus templomból került átalakításra, egy hatalmas ötlet folytán. Néhai Csoma József polgármester úr volt az, aki ezt az ötletet megvalósította, és a képviselőtestületből még a jelenben is például a polgármester úr él, aki ott volt az iskola születésénél. Akkoriban nagyon sok gyerek, helybéli gyerek volt az iskolában, 100 gyerekkel indult újra 89-ben az iskola, de közben a lakosság fogyott. Ez egy alig 570 fős település, így törvényszerű, hogy nincs a faluban annyi gyerek, amennyi egy 8 osztályos, 8 évfolyamos iskola működtetéséhez szükséges. 2013-ban, amikor az önkormányzattól a működtetést átvette a tankerületi központ, Tamási tankerületi központ jelenleg a fönntartónk, akkor mindössze 66 gyerek volt az iskolánkban. De jelenleg 72%-os emelkedést tapasztalhatunk. 113 gyerek folytatja jelenleg most általános iskolai tanulmányait az intézményben. Hogy ez minek köszönhető? Mindenféleképpen a befogadó és elfogadó tantestületünknek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakot tekintve most már a környéken élők számára valódi alternatívaként és opcióként létezik a gyürei iskola választása már első osztálytól. A tanulói létszámnak a 70%-a vidéki. A beiskolázási körzetünk az Györe, Izmény, és emellé társult az idei évtől Várajai, de nagyon-nagyon sok gyerek érkezik Magyaregregyről is. Hát szükségünk van a bejáró gyerekekre, hiszen az iskola léte függ tőlük, de én azt gondolom, hogy őnekik meg ránk van szükségünk. A mi tantestületünkre, az elfogadásunkra és erre a családias légkörre, amit mi biztosítani tudunk a mindennapokban számukra. Az ötlet 1990-ben fogalmazódott meg, majd az előmunkákat követően egy év alatt épült meg a templom általános iskola. Filamella Tibor a kezdetektől jelen volt az általános iskola életében, és 34 éve tagja a testületnek. Óriási öröm és egy óriási sikernek könyveljük mi el, mert 30 évvel ezelőtt, nem 30, már 32, 35 éve, mikor mi azon álmodoztunk, hogy a lerobbant evangélikus templomból
ami már tényleg romokban volt, hogy abból is eszünkbe jut, és az elődömnek eszébe jutott ez az ötlet, hogy egy iskolát kéne ebből csinálni. Hát ezt mindenki elutasította meg, azt hitték, hogy mi bolondok vagyunk, csúnyán mondva, de hogy ezt sikerült megvalósítani, ezt egy óriási eredménynek tartjuk. A 610 lélekszámú településnek ez az iskola a jelene és a jövője.